A fenntartható fogyasztás elterjesztése nagyon fontos napjainkban. Az országban több olyan iskola is van, amik napi szinten tanítják a gyerekeket a tudatos fogyasztói magatartásra. A Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképzőiskolája tavalyi évben élt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázat lehetőségével, és részt vett a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elnyerésében, amit sikeresen meg is kaptak. Ezt mi azért tudtuk elnyerni, mert iskolánk a mindennapokban jól használható tudást ad át a tanulóknak a fogyasztói tudatosság témakörben, ami egy nagyon tág témakör, hiszen itt a tudatos vásárlástól kezdve a pénztudatosságig, a környezetvédelem és az egészségvédelem témákon keresztül valóban nagyon sok szegmenset érintünk. A tanulók a mindennapi gyakorlati tudást úgy szerzik meg, hogy a családjukban otthon is kamatoztatni tudják. Sárosdi Bernadett azt is elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a tanulóik tudását úgy gyarapítsák, hogy az ökológiai lábnyomukat csökkentsék. Mindez óriási kihívást, de számtalan lehetőséget is jelent és rejt. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyerekeink kompetenciáit fejlesszük, és őket olyan kihívások elé állítsuk, amiben sokszor maguk sem hisznek, ám a feladat látván és megtapasztalván a feladatokat óriási eredményeket érnek el, amit regionálisan és országosan is elismernek. A pályázatban megadott szempontok szerint kellett a tanulókat oktatni a fogyasztói tudatosságra. Ezek között szerepelt a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet kialakítása, környezetvédelmi ismeretek gyarapítása, vagy épp a helyi piacok látogatása és a helyi termékek vásárlásának előnyben részesítése.